És nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Megkérdeztek a testvérek, hogy hát ismerem-e a siófokiakat, hát vannak, akiket ismerek, de sose siófokon találkoztam veletek. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek köztetek, meg főleg ezen az ifjúságin. Úgy kezdődött, hogy amikor elkezdődött a gondolkodás arról, hogy mi is legyen ennek a mai napnak a témája, akkor lemaradtam az első ilyen levélről. És aztán utólag nézem az címét ennek a mai napnak. Az élni tudás művészete. Majd kiugrottam a bőrömből, annyira örültem ennek a címnek. Én azt gondolom, hogy ha van izgalmas kérdés ma, hogyha meg lehet nyitni egy ajtót, amin keresztül aztán rácsodálkozunk arra, hogy milyen gazdag az Isten, hogy mennyi minden van benne, akkor ez egy tökéletes mondat erre. Hadd kezdjem nektek egy személyes történettel. Jó, sok évvel ezelőtt elindultunk édesapámmal, hogy méheket vegyünk. Sajnos nagyon sok méh azon a télen megdöglött, és kihaltak a méhcsaládok, és valonnan kellett szerezni, és hát mindenki szerezni akart, úgyhogy alig volt már az országban szabad méhcsalád. Elindultunk vecsésre. Abban az időben volt még, amikor nagyon sok embernek régi autója volt, mint például Wartburg, nekünk is egy Wartburg turisztunk volt. Nem tudom, hogy ki az közületek, aki ment már Wartburg turisztban. Hát itt lehetne vonni egy vonalat az életkor alapján, úgy látom. Szóval az egy nagyon kellemes, lágyan ringatózó autó, ami nagyon alkalmas arra, hogy jól megpakoljuk a hátulját nagy súlyokkal. Hát egy olyan hat mázsa is bele tud férni, 8 is akár. Még olyan is volt. Viszont egy valamire nem alkalmas versenyzésre. Tehát így oldalra így billeg alapból, mint hogyha este majd a balatoni hajózáskor, akkor nagyjából ugyanaz az érzés van az emberben. Szóval ezzel az autóval nekiindultunk, hogy elmegyünk vecsésre Balatonfüredről, és hozzuk haza a megvásárolt méhcsaládokat. Az M7-esen, ahogy felértünk, elértük a majdnem, hogy újonnan elkészült M0-ás autópályát, amin abban az időben nagyon sok ember meghalt. Ugyanis olyan autópálya volt, hogy középen volt 2 fehér csík, és semmi más. Úgyhogy egy csomó ember átment a menetirányjal szembeni forgalomba, és hát hogyha valaki 100-zal, 110-zel megy, és úgy érzi, hogy autópályán van, ez elég problémás szokott lenni. Szóval fölkanyarodunk az M7-esről az M0-ásra, épp hogy rátérnénk az M0-ásra, még a kanyarodó sáv, besoroló sávnak a végén tartok, egyszer csak azt látom, hogy én vezettem, hogy jön velem szembe egy teherautókerék. Hát egy teherautókerékkel 80-nál találkozni, az nagyon egészségtelen dolog. Gondolkoztam, hogy hogyan fogom ezt elkerülni. Ilyen ségen tartott így felénk az autó. Eléggé izgultam. Végül úgy mentünk el mellette, hogy én voltam a szélső sávban, és mellettem levő sávban megjött így a kerék, és így pont így elkerültük egymást. Ennek nagyon megörültem, és ahogy így néztem, hogy el fog-e kapni bennünket, vagy nem, előre tekintettem, ahogy megkönnyebbültem, hogy elhagyott bennünket a teherautó kerék, és ahogy előre nézek, 2 nagy féklámpát látok. Az előttem levő úgy megijedt, hogy a sávban így satú megállt. Én jövök 80-nal mögötte, elkaptam a kormányt, és onnétől kezdve, hogy elkaptam a kormányt, fogalmam sem volt, hogy hol van a kormány. Úgyhogy csináltunk több sasszét is ott az M0-áson, balra, teljesen kitekertem a kormányt vissza, mert semmire nem reagált a kocsi, tehát erre már képtelen volt. Aztán
visszajöttünk, aztán akkor elkezdtünk nagyon sodródni a másik irányba. Elvesztettem a uralmamat a kocsifejet, be kell vallanom a férfiasan. Újból vissza a másik irányba, akkor már bementünk a szembejövő sávba. Hál' Istennek nem jött senki. És a következő ilyen kanyar után már jött valaki, egy kis busz a legszélső sávban, én meg mellette levő sávban a Wartburga két keréken. Képzeljétek el így, mentünk két keréken. És ahogy visszabillentünk rendesen, akkor éreztem, hogy egyenesben van a kormány. Ilyenkor a legközelebbi menekülő utat kell keresni, gyorsan le a szembeni sávnak a szélébe, le a zöldbe. És megálltunk. És feltekintünk, és ott fönt van egy nagy híd, az első híd, az M0-ásnál. És ott a híd alatt ott állnak a kocsik. Így belassítottak, már látták akkor, hogy mi történik. Vettünk egy nagy lélegzetet, visszamentünk a saját sávba, és elkezdtük folytatni az utunkat. És hát olyankor jön ki az emberből az adrenalin, hogy mi is történt most. És hirtelen így átmegy az ember gondolatain, hogy teljesen tömött sor volt előtte, és amikor mindez történt, akkor csak az egyetlen egy kis busz jött velünk szembe, és megint tömött sor volt utána, ahogy ez történt. És hogy megyünk, azt mondja apukám, hogy nem vetted észre? Hát mondom, észrevettem. Mondom, én azt vettem észre, hogy azt hiszem, hogy Istennek még terve van velünk. Miért mondtam el nektek ezt a történetet? Az élni tudás művészete. Ha valami történik az életünkben, nem mindegy, hogy honnan is szemléljük, és mit is gondolunk abba bele, hogy mi is történik akkor ott. Nagyon sok minden fog függni attól, hogy mi az a kódrendszer, amiben értelmezzük azt az adott történést és az életünket. Hogyan értelmezitek az életeteket? Mi a kerete az életeteknek? Hadd olvasok nektek egy történetet, Apostolok cselekedetei könyvből, a 16. fejezetben, 16. versből ezt olvasom. Történt pedig, hogy amikor imádkozásra mentünk, egy szolgálólányka jött elénk, akiben jövendőmondás lelke volt, és aki urainak nagy hasznot hozott jövendőmondásával. Ez követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik nektek az üdvösség útját hirdetik. Ezt pedig több napon át művelte. Pált azonban bosszantotta ez, és hátrafordulva azt mondta a léleknek, Jézus Krisztus nevében parancsolom neked, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Annak urai pedig, amikor látták, hogy keresetük reménysége elveszett, megragadták Pált és Szilászt, és a piactérre a hatóságok elé hurdolták őket. Oda vitték őket a bírákhoz, és azt mondták, ezek az emberek megháborítják városunkat, zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nem szabad nekünk sem átvennünk, sem követnünk, mivel hogy rómaiak vagyunk. És velük együtt a sokaság is ellenük fordult, a bírák pedig letépették ruháikat, megvesszőztették őket. Miután sok ütést mértek rájuk, börtönbe vetették őket, megparancsolva a tömlöcztartónak, hogy szigorúan őrizze őket. Az pedig a parancsnak megfelelően a belső börtönbe zárta őket, és lábukat kalodába szorította. Ahogy Pál elkezdi a napját, a működését Filippiben nem indulhatna jobban, mint ahogy a történet elindul. Még be sem érnek Filippibe, ugye az imádkozás helyén, a városon kívül, oda gyűlnek a zsidó hívők, nincsen zsinagógájuk, ez azt jelenti, és a természetben gyűlnek össze imádkozni, Isten dicsérni, és már ott megismerkedik egy befolyásos asszonnyal, az üzenet elkezd terjedni,
És a városban, ahogy tovább működik, minden jól megy. Aztán jön ez az epizódus. Gondoljátok végig. Azért elég szörnyen hangzik, nem? Lemesztelenítik őket. Ott állhatnak szégyenkezve az egész város előtt. Nem tudom, hogy kinek lenne kedve egy ilyen történet után visszamenni a városba és prédikálni még tovább. Nem? Aztán megverik őket. Igazságtalanul. Börtönbe vetik őket. A börtönben meg olyan túlbuzgó a börtönőr, hogy nem elég, hogy bezárja őket a magánzárkába, vagy a legmélyebb, legsötétebb, legrosszabb zugba, hanem azt halljuk, hogy még kalodába is zárja őket, biztos, ami biztos. Mit gondoljunk erről? Nem tudom, hogy mi hogyan reagálnánk erre, hogyha ilyen történne velünk. Lehet, hogy ilyen durva eset még nem esett, de azért úgy gondolom, nekünk is volt már rossz napunk, nem? Volt úgy, hogy elkedvetlenedtünk valami miatt, elveszítettük a reményt. Aztán volt úgy, hogy elég sötét gondolatok kínoztak bennünket, és nehezen szabadultunk tőle. Esetleg rossz kedvünk lett, és még haragudtunk is. Hogyha börtön nem is fenyeget bennünket, de néha ezek magával rántanak bennünket alaposan, nem? Mit teszünk ilyenkor? Mit jelent ez nekünk? Élni tudás művészete, nem? Ilyenkor szoktak jönni a jó tanácsok, nem? És ilyenkor szoktuk azt érezni, hogy hát, ha te lennél benne, akkor nem lennél ilyen gyors a tanácsokkal. Tényleg a keresztény életnek van egy művészete? Nézzétek meg, hogy mi is történik Pállal, ők mit tesznek. Éjféltájban pedig Pál és Szilász imádkozott, és énekkel dicsőítették Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ez elég meglepő reakció, nem? Éppen megvertek, megaláztak, börtönbe zárnak, és ránk csukják az ajtót azzal, hogy holnap folytatjuk. És erre Pál meg Szilász elkezd koncertet tartani a többi rabnak. Akik gondolom, hogy valami hasonló helyzetben lehetnek, ott a börtönnek a legmélyén, számolgatják a napokat, hogy mi fog történni velem. És meghozzák ezt a két új foglyot, berakják őket a börtönbe, melléjük, összeverten, és ez a két ember elkezd énekelni, meg dicsérni Istent. Engem mindig meglep ez a történet. És nem egyszerűen az lep meg benne, hogy hú, talán nekem is jó lenne, hogyha ha lennék ilyen erős. Hát inkább az ütött a fejemben szöget, hogy vajon miért így cseng le Pálnál meg Szilásznál ez a nap? Ezek az események, ezek a történetek, nem? Ugyanaz a történés, az egyik ember teljesen összetöri, teljesen maga alá temeti, és ugyanaz a történésben a másik ember ott van és örül, dicséri Istent. Tud élni. Nem is akárhogy. Nem is csak úgy, nyugodtan ott van, és elalszik, vagy valami hasonlót tesz, hanem ezután, a nap után, éjfélkor még van kedve, ereje énekelni. Ez megdöbbentő. Nekem megdöbbentő. Miért? Miért?
Azt gondolom, hogy Pál apostolnak volt az életről egy olyan értelmező kerete, amiben ez a történet egészen máshogyan hangzik, vagy más jelentőséggel és jelentéssel bír, mint egy másik embernek. Bibliában lapozzatok Kolossé levélhez, és a Kolossé levélben, az első fejezetben Pál apostol mond valamit az ottaniaknak. Pál apostol Kolossé beliekhez írt levele első fejezet 12. és 13. verse. Figyeljétek meg! Azt mondja, adjatok hálát az atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, aki kiragadott minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szeretett fiának országába. Mindig úgy megterik a szívem meg a lelkem, amikor ezeket a verseket olvasom. Emlékeztek rá, hogy melyik az a bibliai levél, amit az örömlevelének nevezünk? Az van benne írva, hogy örüljetek, ismét mondom, örüljetek. Melyik levél is ez? Filippi levél. Tudjátok, hogy hol íródik a Filippi levél? Börtönben. Szóval nem csak, hogy Filippiben, Pál apostol a börtönben énekel, hanem majd valamikor később ennek a gyülekezetnek ír egy levelet, egy börtönből, és abban is arra hívja őket, hogy örüljenek. Akárhogyan is nézem, Pál apostolnak a titka az az, hogy ahogy ő élte az életét, megélte az életét. Ő nem azt mondta, hogy én itt vagyok Filippiben, börtönben vagyok, megverve, megalázva, félelembe szorítva, hogy majd mi fog holnap történni. Hanem azt gondolom, hogy Pál apostolnak a szívét, a lelkét, a gondolatait azt töltötte el, hogy de jó Isten országában lenni. Emlékeztek? Jézus azt mondja, hogy elközelített a mennyeknek az országa. Jézus azt mondja, hogy ez a mennyország, ez ti bennetek van, meg hogy ti köztetek van. Hol éltek? Milyen életet éltek? Hogy néztek az életre magára? Kicsit arra hívlak benneteket, hogy gondolkozzatok. Nézzetek egy kicsit befelé. De nehéz életem van. Ha tudnátok, mennyi vizsgám van még hátra? Vagy, ez aztán kemény munka. Nem tudom, hogy mi lesz a vége. Vagy, mit fog mondani ez a lány? De nehéz. Elsősorban ez, amit az életeteknek neveztek, vagy pedig van a gondolataitokban, a meggyőződésetekben, a szívetekben egy másik sík, hogy így mondjam, amiben az életeteket megélitek. És amikor reggel felébredtek, akkor azt mondjátok-e, hogy
Én nem Siófokon élek. Elsősorban. Én nem is Budapesten élek. Vagy helyettesítsétek be azzal a helyjel, ahol éltek. Én ma reggel Isten országában ébredtem fel. Én ma reggel Isten országában ébredtem fel. Ha ez így van, akkor ugyanazok a történések, amik ott vannak az életemben, egészen más értelmet nyernek, nem? Hogyha Isten országában élünk, akkor az egy fantasztikus üzenet. Akkor az egy hihetetlen lehetőség, nem? Tudjátok, hogy Isten országában élni, az milyen hatalmas lehetőségekkel jár? Hadd mondjak el nektek egy történetet, ez az egyik kedvenc történetem. Még Helinek udvaroltam, és először jártam Finnországban, akkor körbe vittek minden rokonhoz, meg baráthoz. És van apósomnak egy gyerekkori barátja, aki nagyon fontos szerepet tölt be a családnak az életébe, és oda is el kellett menni vizsgázni, annál is inkább, mert tanárember. Az adventista középiskolának is nagyon hosszú ideig volt az igazgatója, Simó. És akkor beszélgettünk, és hát ugye valaki jön Magyarországról, Helinek az udvarlója, mivel kezdődik a beszélgetés? Én is jártam a Magyarországon. Hát azt kell tudni Simóról, meg az apósomról, hogy rendkívül szeretnek utazni, de rettenetesen. A feleségeik egyszer elkövették azt a hibát, hogy azt mondták nekik, hogy menjetek el, vegyetek vajat. Ez Turkuban laknak, ez úgy Finnországnak a déli része, úgy nagyjából Helsinkivel egy vonalban, ott a csücsök, a sarok. Hát ők meg gondoltak, elmennek vajat venni, és elmentek Svédországba vajat venni. Az egy olyan 8 óra vezetés északnak, és ott van Svédország, és utána vissza megint 8 óra, szóval nagyon szeretnek utazni. Hát gondoltam, hogy na mondom, akkor milyen emlékei lehetnek Magyarországról a Simónak, a nagy utazónak, és mondja, hogy elmentek egy európai turnéra, és Bécsben jártak éppen, és hát arra gondolták, hogy nekik nem szükséges, valamikor a 70-es években nem szükséges vízum Magyarországra, megnézik Magyarországot. És akkor elindultak, átkeltek a határon, eljutottak az első benzinkútig, vettek egy olyan csokit, amit még sose láttak, beültek a kocsiba, és visszamentek Bécsbe. Így vártam. Kiderült, hogy ez a történet vége. És mondjátok meg nekem, Simó járt Magyarországon, vagy nem járt Magyarországon? Fogós kérdés, nem? Nem? És hadd tegyek nektek egy fogós kérdést, egy olyan fogós kérdést fel. Jártatok már Isten országában, vagy nem jártatok még Isten országában? Tudjátok, miért fogós ez a kérdés? Nagyon sokszor, legalábbis én nekem fiatalon, valahogy az a kép erősödött meg, hogy ha megkeresztelkedtem, elértem a célt. Ha beléptem Istennek az országában, akkor elértem a célt. Ezt annál is inkább megerősítették olyan dolgok is bennem, mint például az, hogy a legtöbb testvér a kerítéssel foglalkozott. Tudjátok, mi a kerítés? Ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, és így lehetne folytatni tovább. És valahogy úgy képzelték el, hogy van a világ, és van egy nagyon egyértelmű vonal, amit valahol a 10 parancsolat kijelöl, és amikor én
elfogadom, hogy én Isten országában szeretnék élni, és szeretnék megkeresztelkedni, Istennek a gyermeke akarok lenni, és hozzá akarok tartozni, akkor belépek Istennek az országába, és és megígérem, hogy nem fogok ölni. Sőt, akarattal még lopni se fogok. Hogy van ez? Hogy van ez? Nagyon érdekes az élni tudásnak a művészete keresztény szemmel nézve. Mi nagyon sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy is mondjam nektek, egyfajta pitiáner kereszténységre buzdítsuk magunkat, meg másokat. Bocsánat. Arra buzdítjuk magunkat, hogy lépjünk be Isten országába, legyünk ott egy kicsit, épp hogy, ez elég. Tudjátok, amikor Isten megteremtette ezt a világot, vajon Isten az Édenkertet, az emberi életet, vajon ezzel a céllal hozta létre? Vajon amikor az ember elkezdte az életét, amikor Ádám és Éva megérte az első napját, akkor mit érezhettek? Mit tölthette el a gondolataikat? Az töltötte vajon el őket, hogy hát itt minden olyan jó, hogy minden unalmas, nem? Nem hiszem. Én azt gondolom, hogy amit Isten tett az emberért, az valami egészen hihetetlen gazdagságú élet. Amit Isten elénk tárt és ránk bízott, az arról szól, hogy ott nincsenek határok, hogy annak nincsen vége. Az, hogy a ne ülj parancsolat, ami kijelöli a határt a bűn, a gonoszság és a jóság között, hogyha onnan körbenézek Isten országában, akkor én meg vagyok győződve, hogy nem lehet látni a végét ennek az országnak. Hogy Isten arra hív, hogy induljak el ebben az országban, hogy éljem meg Istennek az országát egy olyan módon, aminek nincsenek korlátai, nincsenek határai. Hogy ez egy olyan ország, ahol korlátlan lehetőségeink vannak. Hogy ez egy olyan ország, ami egyáltalán nem hasonlítható a bűn országához. Tudjátok, a bűn országa az egy véges ország. Ha végignézitek, azt mondják emberek, hogy jó inni, aztán belehalnak. Ott vannak emberek, akik azt mondják, hogy hú, a hatalom az mindenért kárpótol, aztán belehalnak. És lehetne sorolni. Bármi, amit a bűn ajánl, annak mindig van egy végső korlátja is, amit úgy hívjuk, hogy halál. Nem lehet a végtelenségig önzőnek lenni, nem? Aki végtelenségig önző, annak a vége a pusztulás. De hogyha Isten országában vagyunk, van olyan, hogy túl szeretetteli vagyok? Vajon el lehet képzelni azt, hogy az együttérzésnek Isten országában valahol túlzásba viszem, és meg belehalok? Amit Isten ajánl, az egy hihetetlen új világ. Egyetlen egy problémánk van. Mi hozzászoktunk a bűnvilágához, nem? Gondoljatok bele, bármi, amit teszünk, az véges, bármi, amit elérünk, az véges.
A legtöbb dolgunkban valljuk be, valahol beárnyékolja a bűn, küzdenünk kell, és már olyan régóta élünk mi emberiség ebben a világban, hogy nagyon nehéz átváltani a gondolatainkat, és megértenünk annak a mélységét, amiről Istennek az országa szól. Nagyon nehéz kilépnünk abból a szerepből, amiben bele kényszerülünk. Tudjátok, a Biblia emberei, a Bibliának a példaképei, azok sorban arról tesznek bizonyságot, hogy ők meg tudták tenni ezt a lépést. Hogy ők tudtak máshogyan ránézni az életükre, hogy tudták teljesen máshogy megélni az életüket, mint amit megörököltek, hogy így mondjam, a szüleiktől. Hogy hihetetlen az, amit maguk után hagynak. Nézzétek meg Jézust. János evangéliuma 19. fejezetéhez, hogyha odalapozunk. Akkor János apostol leírja azt a pillanatot, amikor Jézus odaér a kereszt közvetlen bejáratához, hogy így mondjam, a kapujához. Jézusnak az egész élete, hogyha végig gondoljátok, akkor egy olyan élet, ami a saját korának berögződéseit, megkötözöttségeit átlépi. Figyeljétek meg, hogy Jézus milyen hihetetlen dolgokat képes tenni. Ahogy az angolok mondják, hogy a dobozon kívül gondolkodik, nem? Odaviszik hozzá a parázna asszonyt. Feltesznek neki egy fogós kérdést, és egészen bizonyosak benne, hogy most megfogták Jézust. De Jézus rámutat valamire, amire ezek az emberek nem gondoltak, mert ők abban az életben mozogtak, és azt fogadták el, amit a bűn világa befolyásolt és alakított ki. De Jézus ebből a világból kilép, és rámutat valamire, hogy ez ugyanúgy a valóságnak és a világnak a része. Jézus minden egyes cselekedeténél, figyeljétek meg ezt, ahogyan Jézus olyan utat tud mutatni, amire a történetnek a szereplői nem gondolnak. Mert elfogadták azt, hogy ha küzdenek is a bűn ellen, de elfogadták azt, hogy ennek a megromlott világnak a szabályai, a korlátai, azok bekorlátozzák őket. Ott vagyunk Jézusnál, János evangéliumában, 19. fejezetben azt olvassuk, hogy akkor Pilátus elvitette Jézust és megostoroztatta. A katonák tövisekből koronát fontak, és a fejére tették, bíborköntöst adtak rá, majd elébe járultak, és azt mondták, üdvözlégy zsidók királya, és arcolt tapdosták. Pilátus pedig ismét kiment, és ezt mondta nekik, íme kihozom őt nektek, hogy értsétek meg, hogy nem találok benne semmi bűnt. Akkor kiment Jézus tövis koronát, és bíborköntöst viselve. Pilátus pedig azt mondta neki, íme az ember. Jézus hasonló szituációban van, sokkal nagyobb, sokkal messzebb ható, amiben ő van, mint Pál apostol. Egy olyan dimenzió, ami kozmikus méretű, nem? Ami itt történik, annak jelentősége van az én életemre, a te életedre, az angyalok életére, a világ mindenségnek az életére, sátánra, mindenkit érint, ami itt történik. Jézust ugyanúgy megalázzák, és emlékezzetek rá, hogy amikor mindez megtörténik,
akkor mindez 3,5 év után, 3,5 év szeretettel teli szolgálat után, amiben Jézus tanít, amiben Jézus gyógyít, amiben Jézus szolgál ezeknek az embereknek. És amikor megy a történet, akkor azt látjuk, hogy Pilátus azt mondja, hogy hát, mit akartok Jézustól? Nem látok benne semmi bűnt. Aztán amikor azt mondják az emberek, hogy feszítsd meg, akkor Jézus megkorbácsoltatja Pilátus, és aztán újból elé hozza Jézust. Azt mondja, ez elég volt, nem? Régen is a politika ilyen volt, nem? Tehát, hogy megpróbálja befolyásolni a tömeget Pilátus, hogy térjetek észhez, hát ez egy jó ember. Ezt nem kéne keresztre feszíteni. És amikor kilép Jézus, akkor azt olvassuk a 6. versben, hogy amint meglátták őt, a főpapok és a szolgák így kiáltoztak, feszítsd meg, Pilátus pedig azt mondta nekik, vigyétek el őt ti, és feszítsétek meg, mert én nem találok benne bűnt. De a zsidók így feleltek, nekünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halnia, mivel Isten fiává tette magát. Egy olyan döbbenetes pillanat, ami úgy kisarkítja, megmutatja azt, hogy mi lakozik az emberben, nem? Gondoljátok végig, hogy ott vannak a papok, féltik a hatalmukat, nem? Ott van Pilátus, félti a pozícióját. Elfogadja annak a világnak a játék szabályait mindegyikőjük. Ott van a tömeg, akik pedig hát egyszerűen indulataiknak a rabjai. Befolyásolják őket, és annak a rabjai. Nem megdöbbentő, hogy láttuk már ezt a jelenetet, ha nem is Jézussal, és a korabeli szereplőkkel, de a saját társadalmukban is már láttuk ezt végig megtörténni, nem? Az embereket magával ragadja a bűnnek a világa, annak a korlátai, és csak abban tudnak gondolkodni, képtelenek belőle kilépni. Rabok. Nem tudnak élni. Tudjátok, hogy a Szentírásban az életre van egy szó, amit János evangéliumában Jézus többször elmond. Mi is az élet szó görögül? Mindannyian ismertek egyet, nem? Biosz. Nem? Biológia. Ebből ered. De milyen ez az élet? Hát biosza van például a krumplinak. Vegetálunk. Élünk. Működik a szervezetünk, nem? De Jézus valami egészen másról beszél, ha egy kicsit visszább lapoztok János evangéliumába, a 10. fejezethez, hogy például Jézus mond valamit, és egészen megdöbbentő, ahogyan itt a Pilátus előtt történéseknek van egy ilyen párhuzama Jézusnak ebben a szavaiban. János evangélium a 10. fejezet 10. verse. Azt mondja, hogy a tolvaj nem másért jön, hanem hogy lopjon, ő jön és pusztítson. Ugye ott van Barabás. Én azért jöttem, hogy életetek legyen, és bővölködjetek. Tudjátok, hogy mi az a szó, amit itt Jézus használ? Zoé. Nem a biosz. Hanem egy másik szó, zoé, élet. Nem élet abban az értelemben, hogy működik a szervezetünk és vegetálunk, hanem élet abban az értelemben, hogy
valami több. Egy olyan élet, amit Isten adott nekünk valaha az embernek, az Éden kertjében. Egy olyan élet, egy bőséges élet, amit még Jézus még rá is fejel, egy olyan bőséges, bővölködő élet, aminek a határait Jézus Krisztus kitágítja. Amit Isten ajánl nekünk életet, az egy határtalan élet. Ahogyan Jézus megáll, és figyeljétek meg ebben a történetben, mindenkinek korlátai vannak, nem? A papoknak, az embereknek, a tanítványoknak, és lehetne sorolni ezeket az embereket. Azt mondja Jézus, nekem életem van, nekem dzóim van. Amit Jézus lát ebben a történetben, az nem az emberi problémák, nem a bűn, nem annak a szörnyűsége és a mélysége, hanem valami egészen más. Mit tesz Isten, nem? Meg akarja váltani ezeket az embereket. Ki akarja őket ebből az életből, ebből a korlátokból ragadni. Szeretne Jézus példát mutatni, megmutatni nekünk, hogy mit jelent élni, igazán élni. Mi történik akkor, amikor megértettük a mélységét annak az életnek, amit Isten adni akar nekünk. És Jézus mindezt bemutatja. Életben élni tudni kell. Gondoljátok végig a saját életeteket. Hol vannak azok a pontok, ahol elfogadtátok a játékszabályait annak a világnak, ami körbevesz bennünket? És azt mondtuk, hogy ez lehetetlen. Itt megállok. Elkeseredek inkább, vagy elcsüggedek. Mi lenne, hogyha ezeknél a pontoknál, ezeknél az embereknél, akikkel problémáink, gondjaink vannak, azoknál a döntéseknél, amiket olyan nagyon nehéz meghozni, azt mondanánk, hogy álljunk meg egy pillanatra. Én nem egyszerűen itt vagyok Siófokon. Én Isten országában vagyok. Hogyha Isten országában vagyok, hogyha én egy olyan országban élek, aminek a jónak nincsenek határai, akkor mit fogok tenni most? Hadd hozzak nektek két életpéldát. Két életpéldát, és nem tudom nektek megmondani, hogy melyik áll hozzám közelebb. Az egyik Dániel. Elutazik, elhurcolják Babilonba. Elér Babilonba, és képzeljétek el ezt az utat. Ez a fiatalember, akinek privilegizált élete volt, kitűnő élete volt, a királyi családdal rokonságban van, aki ott lehetett a palota környékén, a templomban, ezt a fiatal embert most elviszik túszként, elhurcolják. Képzeljétek el, milyen érzés lehet végig zögykölődni az 1000 kilométeres utat, a világ hadigépezetének egy apró részeként. Nem rombolják le Jeruzsálemet ennél a pontnál a babilóniaiak, de ők a világ legerősebb hadserege. Százezer, 150 000 katonát tudnak kiállítani, képzeljétek el. Milyen hihetetlen szervezés abban az időben, hogy meglegyen az élelmük,
ellátni őket felszereléssel, tehát nincsenek gyárak, meg hasonló dolgok, tehát ez egy hihetetlen teljesítmény egy országtól, egy városállamtól. És Dániel ott utazik a szekéren, és körülötte ott vannak ennek a világbirodalomnak a harcedzett katonái. Min gondolkozhatott Dániel? Mennyi esélye van Izraelnek velük szemben? Első kérdés. Második kérdés. Mennyi esélyem van nekem, Dánielnek ebben az országban, ezzel az országgal? Mire a túszok elérkeztek Babilonba, egész biztos vagyok, hogy mindenki tudta a helyét. Képzeljétek el, milyen érzés lehetett, amikor megérkeznek Babilonhoz, és talán láttátok ezeket a képeket erről a gyönyörű felvonulási útról, kirakva aranymázas, égszínkék téglákkal. Tele vannak a birodalom jelképeivel, az oroszlánok, a sasok, a bikák, és képzeljétek el több kilométeren keresztül ezt az utat, amely megérkezik a babiloni Eszagilához, a főtemplomhoz. Egy pusztaságon mesterséges 90 méter magas toronytemplom. Néz ki, mint egy piramis. 90 méter magas. Akkor, mint Pécsen a magasház. Mekkora teljesítmény, nem? Mit érezhet Dániel? Ahogy látja ezt a várost bástyáival, a falaival, a hármas falakkal, hogy köré van vezetve az Eufrátesz, ahogy belépsz, és minden van. Kínától elkezdve a kereskedelmi láncok mind itt ezen a városon keresztül mennek tovább, a Közel-Kelet felé, a világ többi része felé. Mindenük megvan. Hol vagyok? Tegyük fel ezt a kérdést egy kicsit Dánielnek a helyzetében. Hol vagyok? A hivatalos válasz az, hogy Babilonban vagy. Babilonban vagy. Ha életben akarsz maradni, ha érvényesülni akarsz, ha azt akarod, hogy valamire vigyed, játsz a babiloni törvények szerint. Figyeljétek meg, amikor kirendelik Aszpenáznak, hogy etesse őket a király asztaláról, úgymond, hogy tanítókat rendelnek melléjük, akkor ez azt jelenti a valóságban, hogy Babilonban a király teljesen ellátja őket, ösztöndíjat ad nekik, és beíratják őket a világ legjobb egyetemére Babilonban. Azt mondják, hogy amikor majd véget ér a képzés, akkor ti ennek a birodalomnak lesztek a hivatalnokai. És igaz ugyan, hogy eddig úgy hívtak, hogy Dániel, ami azt jelenti, hogy Isten az én bírám, de ezután az a neved, hogy Belsazár, ami annyit jelent, hogy Bél, babiloni főisten, Bél megőrzi életed. Új város, új kultúra, új iskola, új étel, új név, új ember, új élet, új karrier. És tudjátok, hogy hol van a vége ennek a történetnek, a babiloniak szempontjából? Új Isten. Nem? Erre vezet minden. Erre vezet minden Babilonban, ami nem más, mint a gazdasági elitnek, katonai elitnek, meg a vallási elitnek a szövetsége. Lehet, hogy egy zsidó fiú érkezik oda, de aki ott fel fog nőni, az egy babiloni hivatalnok lesz. Hasonlít a mi világunkra? Azt mondtam nektek, hogy a kereskedők, akik alig bírtak a pénzzel, nem tudták már hova tenni, aztán Bélnek a papsága,
És a katonaság összefog, a káldeus katonaság összefognak. És azt mondják, hogy miénk a világ. Ismerős történet? Belefutunk nap, mint nap, nem? A mi világunk is így néz ki. Nézzétek meg! Megvan ennek a mai világnak a papsága? Próbáljatok meg vitatkozni arról, hogy vajon Isten teremtette ezt a világot, vagy pedig az anyagból jött létre. Meg fogjátok találni, hogy ennek a világnak van vallása. Azoknál is, akik nem vallásosak. És mit mond Dániel? Hol vagyok? Milyen vakmerőség, nem? Azt mondja, én nem Babilonban vagyok, én Isten országában vagyok, mert ez is Istené. Ő a világmindenségnek az ura, a világmindenségnek a királya. És akkor sem fogjuk meghajtani a térdünket, és akkor sem fogjuk elfogadni azokat a játékszabályokat, amelyeket ránk próbál erőltetni ez a város. Hiszen hadd hozzak nektek egy másik életpéldát, ami legalább ilyen megdöbbentő, nekem legalábbis ilyen megdöbbentő. Szerint ti kit tartatok a Biblia legjellemesebb szereplőjének? Kinek ki tetszik? Nyugodtan osszátok meg velünk. Kinek van a legmakulátlanabb jelleme szerintetek a Szentírásban? József. Ki az, akinek van még más kedvence ezen a téren? Mózes. Jobb. Illés. Jeremiás. Jézus. Őről már beszéltünk, meg Dánielről is már beszéltünk. Ők is versengenek ezért a címért. Nekem az a szubjektív véleményem, hogy Jónatán. Hadd mondjam el nektek a történetét. Nem kell különben ebben egyetérteni velem, de Jónatánnak a története az megérne egy misét külön, de hadd foglaljam nektek össze röviden. Néhány biblia verset hadd olvassak nektek. Sámuel első könyvéből. Sámuel 18. fejezet első verse. Miután véget ért a beszélgetés Saullal, Jónatán lelke összefordult Dávid lelkével, úgy megszerette őt Jónatán, mint önmagát, aztán néhány verssel később, és szövetséget kötött Jónatán Dáviddal, mert úgy szerette őt, mint önmagát. Levette Jónatán a köpenyét, és Dávidnak adta, sőt a ruháját, meg a karját, az íját, és az övét is. Jónatán úgy megszereti Dávidot, mint önmagát. Ez milyen hihetetlen Jézusi mondat, nem? Még a ruháját, meg a felszerelését odaadja Dávidnak. Szegény Dávidnak, aki pásztor fiú, és legyőzte Góliátot. Mindenét odaadja neki. De utána lesz érdekes a történet. Kiderül, hogy egy idő után Saul ki nem állhatja Dávidot. Jónatán ott marad az apja, meg Dávid között, a barátja között. Kit válasszon? Erre megy ki az egész történet. Figyeljétek meg, hogy Saul újra és újra válaszút elé rakja Jónatánt, sőt néhány csúnya mondatot is lejegyez a Biblia, hogy miket vág a fejéhez Jónatánnak, hogy tudom, hogy te is csak az Isai fia mellett vagy, meg ilyen hasonló dolgokat. Egészen odáig jut a történet, hogy a 20. fejezet 33. versében erre Saul feléje dobta a lándzsáját, és át akarta vele ütni. Ekkor megértette Jónatán, hogy apja elhatározta Dávid megölését. Saul egyre jobban elgurult a pirula. Egyre gonoszabb. És mit kezdjen Jónatán ezzel a helyzettel? Gondoljátok bele az ő helyébe magatokat. Mit tegyek?
Az egyik oldalon ott van az apám, aki az apám, de teljesen megőrül. Sőt, nem csak megőrül, egyre gonoszabb. El kéne fordulni tőle, nem? A másik oldalon ott van a barátom, akit szeretek, de a barátom az az ellenségem is, nem? Övé az ígéret, hogy ő lesz a következő király, nem? Én pedig a király fia vagyok. Mit tegyen Jónatán? Ki mellé álljon? Oda álljon az apja mellé Dáviddal szemben, vagy oda álljon Dávid mellé az apjával szemben, nem? Vagy ott van a harmadik lehetőség, oda áll saját maga mellé, nem? Mert Dávid hős, igaz? És Jónatán? Jónatán hős, nem? Mekkora harci tettet visz véghez fegyverhordozájával együtt? Egész Izrael kiáll mellette, és amikor Saul meg akarja ületni, nem megyünk bele ebbe a történetbe, ez egy érdekes történet a vallásnak a torzulásáról. Saul az egész népet arra hívja a csata napján, hogy böjtöljenek, és szegény katonák kóvályognak, mert szegény Saul így próbálja meg jóvá tenni minden bűnét, hogy így lerója a böjtben, meg a szenvedésben, meg az egyéb, és akkor hát, ha Istent maga oldalára tudja tenni. Szóval visszatérve Jónatánhoz, ott van Jónatán, ki mellé álljon? Figyeljétek meg, hogy mit tesz Jónatán. 23. fejezet 16. vers. Ekkor elindult Jónatán, Saul fia, elment Dávidhoz az erdőségbe, és erősítette az Istenbe vett bizalmát. Gondoltátok volna Dávidról és Jónatánról? Jónatán erősíti Dávid hitét, amikor bujdosik az erdőségben. Jónatán, ahelyett, hogy az ellenséget látná Dávidban, Jónatán a testvért látja Dávidban, és Jónatán mindenféle veszéllyel dacolva odaáll Dávid mellé, és Dávidnak a hitét erősíti, Istenbe vetett hitét erősíti. Mit tesz az apjával szemben? Jónatánról szóló utolsó bibliavers Sámuel első könyve utolsó fejezetében, a 31. fejezetben, a második versben. A filiszteusok Saulnak és fiainak a nyomába szegődtek, és megölték a filiszteusok Jónatánt, Abinádábot és Malkisúát, Saul fiait. Ki az, aki odaállna az őrült Saul mellé a filiszteusok ellenében? Nem? Sault már rég el kellett volna felejteni. Saul a pusztulásba viszi az egész országot. Amilyen jól kezdte, egyre rosszabb a történet, nem? És Jónatán ott van a csatában Saul mellett. És az életével fizet érte. És tudjátok, amikor az ő történetét olvasom, akkor elgondolkodom rajta, hogy mit gondolt Jónatán. Minden valamire való ésszel az embernek azt kellett volna mondani, hogy egy kicsit hagyok távolságot Saultól, nem kell annyira hűségesnek lenni a királyhoz. Minden azt mondja, minden világi logika azt mondja, hogy hát azért Dávidot se kéne még utána menni, az egy dolog, hogy nem teszek ellene, de hogy még támogatni is. És Jónatán mindezt megteszi. Miért teszi meg? Én azt gondolom, hogy azért, amit Luther úgy fogalmazott meg, hogy Corum Deo. Azt jelenti, hogy Isten jelenlétében. Én Isten jelenlétében vagyok, én Isten országában vagyok. Mindegy, hogy hol vagyok ezen a földön, ami történik, azt ezen keresztül látom. Azon a kapcsolaton és azon a felelősségen keresztül, ami engemet Istenhez fűz. A nagy kérdés az, hogy,
hogy mennyire tudunk kilépni abból a csatornából, amiben, hogy is mondjam, predesztinál bennünket ez a világ, meg az eddigi tapasztalataink. Mennyire vagyunk hajlandóak arra, hogy elfogadjuk a bioszt, és lemondjunk a zóéról. Mennyire vagyunk hajlandóak abba, hogy feladjuk. Azért, mert könnyebb, vonzóbb, lehetne sorolni ezeket a jelzőket az, amit ez a világ felkínál nekem. Azt gondolom, hogy nem egyszerű ez a választás. Ott, az élet mindennapjában nem egyszerű ez a választás. Azt gondolom, hogy ez olyas valami, amihez Istentől újra és újra kegyelmet meg erőt kell kérni. Ami nem olyan magától adódó, mert hogyha ami magától adódó, mármint önmagamtól adódó, az, hogy úgy visszahúz a gravitáció, nem? Elfelejtek élni úgy, ahogy Jézus élt. Elfelejtek élni úgy, ahogyan Jézus követői éltek. Pedig mekkora hatalmas erő van abban, amikor azt mondom, hogy igen, Istenem, én úgy akarok élni, ahogy te szeretnéd, hogy éljek. Szeretnék úgy élni, ami művészet a mennyek országának a szempontjából. Én a mennyországban akarok élni már most, és erre nem vagyok hajlandó lemondani. Hadd mondjak nektek két történetet. Hadd világítsak rá arra, hogy novemberben sok barátotok meg fog kérdezni, hogy te is adventista vagy? Azért fogják ezt megtenni, mert kijön egy életrajzi film Desmond Dossról. November 4-e, a bemutató napja, és mindenki már tűkönülve várja, hogy mi lesz ebben a filmben. Talán ismeritek ezt az életrajzot. Fegyvertelen hős, könyvalakban is megjelent, nem emlékszem most a könyv címére. Van, aki olvasta, vagy látta a dokumentumfilmet? Fegyvertelen hős, az a címe. Nem sok kezet látok. Házi feladat, jó? Házi feladat. Nézzétek meg a dokumentumfilmet az életéről. Desmond Doss, fegyvertelen hős, a REC-nél kapható. Képzeljétek el egy amerikai egészségügyi katonát, aki katona akar lenni, de nem akar fegyvert ragadni, és mindenki azt hiszi, hogy megőrült. Kicsúfolják, megverik, megalázzák, és így kezdi el a katona a karrierjét. És amikor odaérnek a Okinawára az amerikai seregek, akkor ott van egy Hexo Ridge, nem tudom, hogy magyarul hogy lehetne mondani, egy sziklaperem. Így nevezték az amerikaiak. A sziget, ahogy partra szállnak, meg kell mászni egy hatalmas, egy jó 50-60 méter magas, nem emlékszem rá, hogy de egy elég termetes sziklafalat. És amikor az amerikai katonák megmásszák ezt a sziklafalat, akkor a japánok fent a fensíkon, a környező dombokba be vannak állva a bunkerekbe, meg mindenbe. És hagyják, hogy az amerikaiak megmásszák ezt a sziklafalat. És amikor megtelik a fensík, akkor apró darabokra lövik az amerikai sereget. És ez így egymás után történik meg, ugye? Tehát rohamozni próbálnak az amerikaiak, ahol teljesen felkészült be, hát japánok pedig lemészárolják őket. És ebben a csatában Desmond Doss 75 katonának az életét menti meg, úgyhogy mindenki csak azon tud gondolkodni, hogy erről a szikla peremnek a túloldalára, ami takarásban van, hogy tud lejutni. Desmond Doss ott marad ezen a fensíkon, és az ellenséges vonalak mögül, úgy, hogy őt lövik célzottan a japánok,
75 embert ment meg és ereszt le egy maga, egyedül. Egy ember, aki azt mondja, hogy nem vagyok hajlandó elfogadni a világnak a szabályait. Nem vagyok hajlandó fegyvert fogni. Nem vagyok hajlandó fegyvert fogni. De én az Isten országában élek. Nekem nem az a világ diktál, ami körbevesz. Aminek megvannak a maga logikái, késztetései. Nem. Én Isten országában élek, és én így vagyok hajlandó cselekedni. Nagyot fog szólni, előre megmondom nektek. Készüljetek fel rá. Vegyetek ajándékjegyeket a barátaitoknak. Az egyik, az USA-ban az egyik egyház területnek van egy albizottsága, ez a Desmond Doss intézet, így is lehetne nevezni. Övék az ő élettörténetének a joga, minden emléktárgy, és tőlük az egyháztól vette meg a filmesítésnek a jogát. Mel Gibson lesz a rendező. És biztosak lehettek benne, ennek a bizottságnak az a célja, hogy Desmond Dossnak az életpéldájával ráhívja a figyelmet Istenre, és Desmond Dossnak az adventista hitére. Ez a kifejezett céljuk. Úgyhogy csodálkozok rajta, de minden híradásban ott van, hogy hetednapi adventista, meg Seventh Day Adventist. Ez biztos kikötötték, hogy ez ott kell lennie. Az ő hite, ami őt azzá tette, aki. És az, hogy ő felmerte vállalni azt, hogy én Isten országában vagyok. Én úgy élek és úgy cselekszem. Nézzétek meg a dokumentumfilmet. Hadd mondjak egyet a magyar példák közül, így zárásként. Kubinyi Zoltán. Nagyon kedves történetem. Nagyon kevesen ismerik az ő nevét. Lelkész volt, és egészségügyi katona lett századosi rangban, a magyar hadseregben a II. Világháborúban. Ukrajnában egy munkaszolgálatos század, hát elég sok problémát okozott a parancsnokának, mert mindig megszögdöstek, csatlakoztak a partizánokhoz is. Végén azt mondta a parancsnok, hogy oké, itt a vége, beutazok Beregszászra, a főkapitányságra, és engedélyt fogok kérni a tizedelésre, magyarán minden tizedik embert agyon lövethesse a századból. Talán ez megállítja a szögdösést. Hogy bemegy ez a parancsnok, a jeepje felborul, eltöri a lábát, kórházba kerül, sose ér be a parancsnokságra. A parancsnokságnál meg kiderül, hogy a munkaszolgálatos századnak nincsen tisztje, ki kell valakit rendelni, és kirendelik Kubinyit. És Kubinyiért jön a sofőr a munkaszolgálatos századtól, viszi haza, és mondja, hogy hát van egy kis probléma. Az a helyzet, hogy az előző vezetőnk, parancsnokunk emiatt ment be. Mit gondol a parancsnok úr, hogy ön szeretné a tizedelést megvalósítani? Jobb előre tudni. Megérkeznek, Kubinyi felsorakoztatja a századot, és azt mondja nekik, uraim, kössünk egy egyességet. Önök nem szöknek meg, nem hoznak problémás helyzetbe engemet, cserében én mindent megteszek, hogy hazajussanak Magyarországra élve. És megkötik ezt az egyességet, és innét kezdődik egy hihetetlen történet. A katonák azt veszik észre, hogy ez egy furcsa tiszt. A pisztoly táskája üres, nincs benne pisztoly. Tanakodnak maguk között, hogy mi lehet. Szóval jönnek a további meglepetések. Beparancsolják őket a közeli vasútállomásra, hogy ilyen szálfákat, faronköket pakoljanak. Szegény emberek teljesen el vannak gyengülve. Lehet várni, hogy mi lesz az első pillanat, amikor valaki összeesik, ott van az SS, németek, agyon fogják lőni abban a pillanatban, hogy a többi tanuljon belőle.
És Kubinyi gondolkozik, hogy mit lehet tenni, és azt mondja, hogy két ember visz egy rönköt. Jön a német parancsnok, hogy mi az, hogy két ember visz egy rönköt? És azt mondja neki, Kubinyi, így gyorsabb. Aztán elérkezik Jom Kippur. Böjt. És Kubinyi elintézi, hogy ezek a zsidó munkaszolgálatosok, akik nappal böjtölnek, este dupla adag ételt kapjanak. Nem tudja senki, hogy honnan szerzi ezt a dupla adag ételt. Aztán jönnek olyan történetek, hogy engedi őket imádkozni, meg engedi őket böjtölni egyáltalán, megélni a vallási életüket. Egyszer vonulnak az úton, megállnak imádkozni, mert elékezett az ima ideje. Mindenki fölrakja az imaszíjakat, elkezdenek imádkozni, és akkor hirtelen feltűnik a távolban egy német menetoszlop, katonai menetoszlop, szembe tart velük. Gyorsan lögdösik egymást, hogy gyorsan le az imaszíjakat, és ebben a feszült helyzetben az egyik rabbi tanuló bekattan, valami bekattan nála az agyában, és azt mondja, hogy ő nem veszi le. Ő elvégzi az imát. Ha agyonlövik, agyonlövik, ő neki elege van, ő nem. Ez, ennyi. A többiek könyörögnek neki, hogy bennünket is veszélybe sodorsz. Hajthatatlan. Mit tegyenek? Hagyják ott az út mellett? Kubinyi kiszáll a parancsnoki dzsibből, mondja a többieknek, hogy rakják be oda ezt az embert, az imádkozó embert beemelik a dzsibbe, felsorakoztatja a századot, odaáll az élére Kubinyi, mögötte a dzsib, és kiadja a parancsot, hogy akkor lép és indulj. És elkezdenek menetelni. És az emberek, ahogy visszaemlékeznek erre a pillanatra, azt mondják, hogy olyan érzés volt, mintha a testével takarta volna őket a veszély elől. Szóval megjön a parancs, irány Auschwitz. És mindenki tudja, hogy ez mit jelent. Ekkor mai Szlovákiában tartanak, ahogy a fronttal húzódnak vissza. És azt mondja Kubinyi, oké, akkor elérkezett az a pillanat, irány Magyarország. Megyünk délnek, nem megyünk nyugatnak. Elindulnak, éjszaka mennek, napközben elbújnak valahova, éjszaka megint mennek, napközben megint elbújnak valahova. Elkapja őket a katonai rendőrség, kérik a menetparancsot. Rajta van, hogy Auschwitz. Mondja Kubinyi, hogy jaj, eltévedtünk, nem tudom, hogy merre van az irány. Azt mondják a katonai rendőrök, nem baj, mi majd mutatjuk, jöjjenek velünk. És hogy mennek, elérkeznek egy pincéhez, katonai rendőrök aznap este jó nagyokat isznak, kicsit kidőlnek, és éjszaka Kubinyi megy emberről emberre, mindenkinek ráteszi a szájára a kezét, aztán megböködi őket, hogy csöndben kifelé. Csöndben kifelé. Mind a 160 embert. Csöndben kifelé. És amikor kint vannak, akkor keletnek. Amilyen gyorsan csak lehet, keletnek, mindenki menjen. Onnan érkezik a front. Minél előbb elérni a frontot. Elérnek Gyöngyösre. Gyöngyösben bujkálnak, és amikor Gyöngyöst beveszik a szovjetek, akkor ugye járnak házról házra. Messziről megismerik a munkaszolgálatosokat, és a munkaszolgálatosokat békén hagyják. És azt mondják neki a munkaszolgálatosok, hogy százados úr, nem jó az egyenruhája. Cserélje le, adunk önnek ruhát mi. Azt kérdezi tőlük Kubinyi, uraim, mi van rajtam? Azt mondják, hogy egyenruha. Egy magyar tiszti egyenruha. És azt mondja neki Kubinyi, nem. Ez egy folt nélküli magyar tiszti egyenruha.
És így történt, hogy az az ember, aki megmentette csaknem 160 embernek az életét, munkaszolgálatosnak az életét, ő maga egy munkatáborban hal meg valahol Szibériában. De egész biztos vagyok benne, hogyha majd lehetőség nyílik rá, és megkérdezhetem, hogy hol éltél, akkor nem azt fogja mondani, hogy Magyarországon, második világháború vérzivataros időiben, nem azt fogja mondani, hogy én Isten országában éltem. Hogy akkor, amikor mindenki azt hitte, hogy ez a szabály, és csak ezt lehet tenni, akkor én beléptem Isten országába, és láttam azt, hogy ebben az országban a végtelenség perspektívája vár rám. Hogy a szeretetet nem lehet a túlzásba vinni. Akár mennyit is rakok hozzá, még mindig belefér ebbe az országba. Hogy ott, ahol azt mondják, hogy nem lehet megtenni, ott meg lehet tenni. Mert Jézus erre utat mutatott. Hol élsz? És hogyan éled az életedet? Az élni tudás művészete. Az élni tudás művészete az valami sokkal nagyobb művészet egy keresztény embernek az életében, mint ami egy világi ember előtt nyitva áll. Az élet az egy sokkal hatalmasabb előttünk, mint ami bármilyen hitetlen ember előtt ott áll. Olyan részei vannak, amiket talán még fel sem fedeztünk. Olyan részei vannak, amit olyan jó lenne oda belépni, és azt mondani, hogy igen, én így akarom élni az életemet. Ez az út. Erre mutatott Jézus, és én merek itt menni, és merek lépni, és merek tenni ott, ahol mások azt mondják, hogy felesleges, nem éri meg. Én erre szeretnélek ma benneteket hívni. És arra kérlek benneteket, hogy egy imára álljunk fel. És azt kérem tőletek, hogy hogyha szeretnétek azt az életet élni, amire Jézus, amire Isten hív bennünket, akkor én arra hívlak benneteket, hogy gondolkodjatok ezen most, és mondjátok el Istennek. Mondjátok el Istennek a döntéseteket, a vágyatokat. Aztán imával befejezném ezt a mai délelőttet.